Folyamatosan emelkedik a házak és a lakások ára. Flórek Zsolt szerint a következő egy évben még további drágulás várható. Az ingatlanokkal foglalkozó szakember elmondta, ennek ellenére folyamatos az érdeklődés a lakáspiacon. Ezen a nyáron az ingatlan piac mondhatni a fénykorát éli, fogalmazott Flórek Zsolt. A szakértő úgy gondolja, ennek az az oka, hogy akinek van némi megtakarítása, ők igyekeznek ingatlanba befektetni. Ez a nyár nagyjából úgy telt el, hogy nem volt megállás az ingatlan piacon. Én azt vettem észre, hogy non-stop volt az érdeklődés. Ennek több oka is lehet, és ez szoros összefüggésben lehet azzal, hogy mi fog történni a közeljövőben. Az infláció nagyon megugrott, és mindenki szeretné a pénzét, ha nem is gyarapítani, de legalább valamilyen értékálló dologba fektetni, ami közép-hosszú távon nem veszít az értékéből. Abban az esetben, ha valaki a megtakarított pénzét feltétlen ingatlanba szeretné fektetni, jelen helyzetben a várakozás nem jó stratégia, vallja Horváth Zoltán Vilmos. Az ingatlan közvetítő szerint viszont annak, akinek nem sürgős a lakásvásárlás, érdemes kicsit várnia, hogy bővebb kínálatból választhasson új otthont magának. Én úgy gondolom, hogy abban az esetben, hogyha tudnak várni, akkor mindenképpen várakozzanak, mert ma a kínálat nagyon szűk. Tehát kényszervásárlás az nem mindig jó megoldás, nem mindig helyes döntés az, hogyha azért vásárolok meg egy ingatlant, mert nem tudok mást megvenni, nem tudok másból választani. Hogyha megengedi az élethelyzetük, hogy várakozzanak arra, hogy nagyobb választékból tudjanak választani, akkor mindenképpen jobban teszik, hogyha várakoznak. Flórek Zsolt úgy gondolja, hogy a minimálbér emelkedése egy olyan tényező lehet, aminek hatására még többen igényelhetnek hitelt egy új ingatlan vételénél. Hogyha növekszik a minimálbér, akkor növekszik a hitelképesség, és inkább eladósodik valaki a mostani aktuális, mondjuk 3-4% között még azért lehet kapni jelzálog hitelt a kereskedelmi bankoknál, és azért a 3-4%-on eladósodni versus 10-12%-ot romlik a pénzértéke, még mindig jobb döntés hitelt venni és lakást venni, úgyhogy hitelt felvenni és lakást venni. Úgyhogy azt mondom, hogy most mindenkit érdekel, természetesen ott van, ami további hajtóerő a fiataloknak, a CSOK és a családi otthonteremtési támogatások, amik a klasszikus lakossági piacon növelik a keresletet. A szakember elmondta, bár a lakosság pénzügyi tudatossága folyamatosan fejlődik, de továbbra is azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy mindig a jövedelmüknek megfelelően vegyenek fel hitelt, hogy törleszteni tudják a hátra lévő összeget.